Bárdaszékváros önkormányzata úgy döntött, a civil házat a Német Egyesület és önkormányzat tulajdonába adja annak érdekében, hogy megépülhessen a regionális német nemzetiségi találkozási pont. Az épület elkészülte után továbbra is segíti a helyi civil szervezetek munkáját, és mondta Bozsolik Róbert polgármester. Próbáljuk azt elősegíteni, hogy a Német Önkormányzat és a Német Egyesület a saját tulajdonában lévő ingatlan felújítására próbáljon forrásokat szerezni. Ezért döntött úgy a képviselőtestület az elmúlt ülésen, hogy a tulajdonjogát, ennek az épületnek a tulajdonjogát átengedi a Bátorszéki Német Nemzetiségi Önkormányzatra. Annak érdekében, hogy a terveik megvalósításához minél több külső forrást tudjanak adni. A szövetségi kormány már támogatásáról biztosította a bátaszékieket, melyből létrejöhet a központ. Egy regionális találkozási pont nevű pályázatot nyertünk a Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériumánál. Pályázatnak a lényege, hogy egy olyan regionális találkozási hely valósulhasson meg itt Bátaszéken, meg tartalmazna egy könyvtárat, tehát mindenképpen kultúrával is foglalkozhatunk, egy ifjúsági gyerekkönyvtárat és egy felnőtt könyvtárat is, ahol akár óvópedagógiai foglalkozásokat is lehet tartani, iskolai foglalkozásokat is, tehát honis népismereti óra keretén belül is ide látogathatnak Bátaszékre, nem is feltétlenül csak a bátaszéki diákoknak szól ez, hiszen regionális találkozási pontról beszélünk. Emellett számos a népcsoport mindennapjait befolyásoló tanácskozás és országos önkormányzati ülés helyszínévé is válhat az épület. A tervek várhatóan idén elkészülnek, és a jövő évben a beruházás is elindulhat.